Szép kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Vendégem Szíbet Gergely megyei főállatorvosa, a Fejér megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályvezetője. Tisztettel köszöntöm. Én is köszöntöm Önt is és a nézőket is. Az lényeg, hogy az elmúlt héten beszámoltunk egy híradóanyagban mi is arról, hogy a madár influenza felütötte a fejét így rossz szóval, és el kellett rendelni a baromfi zártartását Fejér Megyében is. Ez nagyon-nagyon fontos adalék ahhoz, amiről ma beszélünk. Általában a madárbetegségekről kell, hogy szó essék, a sertéspestisről, mert hogy ez is fenyeget folyamatosan Magyarországon, a harmadik pedig a kergemarhakor, majd meglátjuk, hogy, 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 jut erre idő. A legfontosabb a madárbetegségek. Ugyan önnel beszéltünk arról, hogy el kellett rendelni a zártartást, a baromfi zártartását, mert hogy hogy Komárom Esztergom megyében egy pulykatelepen telepen felfedezték a madárinfluenzát, és ezért kiirtásra kerültek az ottani állomány. És hát ez nyilvánvaló, mivel közel van, ráadásul ugye a Tatai Ürektorról is szó esett, ez közel van Fejér megyéhez, de nem csak ezért, hanem óhatatlan is el kellett rendelni akkor a zártartást. Na beszéljünk akkor a madárinfluenzáról, illetve azokról a madárbetegségekről, amelyek ilyenkor veszélyeztetik az állományt. Hát egy kicsit távolabbra mennék. A tavalyi év őszére, 2020 őszén sikerült megszabadulnunk a madárinfluenzától. Az ország mentessé vált tőle, de már akkor lehetett látni, hogy, hogy egy újabb madárinfluenza vírus ütötte fel a fejét Európában, és közeledik Magyarország felé. Ezért 2020 novemberében az országos főállatorvos az egész országot kockázatos területnek nyilvánította, és elrendelte az állatok zártartását, illetve különböző megelőző és olyan intézkedéseket, amelyekkel ki tudjuk mutatni, ha véletlenül mégis megjelenik a vírus. Ez azt jelenti, hogy mind a kis, mind a nagy gazdaságokban a baronfikat oldalról és felülről is zárt helyen kell tartani, zárt helyen kell etetni, itatni. Ennek a, erre azért van szükség, hogy véletlenül se tudjanak a vadmadarak berepülni evésívás. Érdekében azokra a területekre, ahol a mi házi szárnyasaink vannak. Ugyanis ennek a betegségnek a terjesztésében a legfontosabb tényező az a vadmadarak repülése. Ezért is mindig. Összel üti fel a fejét az országban, amikor éjszakról a madarak dél felé húzódnak le, és pihenni megállnak, illetve természetesen vannak olyan vadmadárfajok, amelyek itt telelnek át. Ezek hozzák ezt a madárinfluenza vírusát. Az etetés, itatás és a tartás mellett nagyon fontos az, hogy az alomanyagot, illetve a takarmányt is zártan kell tartani, direkt azért, hogy ne férhessen hozzá a vadmadár, és hogyha ezeket a tényezőket mind-mind betartjuk, illetve az alapjárványügyi feladatokat is megtesszük, tehát csak olyan ember léphet be, a területre, az állattartó telepre, akinek erre engedélye van, illetve ő magát lefertőtlenítette és munkaruhát váltott, akkor nagy eséllyel távol tudjuk tartani magunkat ettől a vírustól de eh, ahogy szép fokozatosan eh, Írországba, Németországba, Hollandiába, Horvátországba megjelent ez a vírus, várható volt, hogy a vadmadarak Magyarországra is meghozzák, és a, a múlt hétnek volt ez az eseménye, hogy a Tatai Öreg Tavon egy vadmadárból, eh, illetve Komárom-Esztergom megyében egy eh, telepen is kimutatásra Igen, került ez az a kocságot. vírus. Igen, az elmúlt esztendőkben ugye az jószerivel ez a betegség is, tehát itt betegségekről beszélünk, körbevet bennünket. Tehát Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia. Hogyan lehet védekezni egyébként? Tehát ez, ez tipikusan olyan betegség egyébként, amit nem lehet megelőzni. Gondolom én. Hát magát a, a betegséget nem lehet megelőzni, de a az állatállományaink zártan tartásával azért nagy eséllyel el tudjuk kerülni ezt a betegséget. Természetesen ez nagyon szigorú járványügyi előírásokat von maga után, amelyek ugye, amelyeket meg is tett az országos főállatorvos és emellett, hogy nehogy véletlenül tovább vigyük ezt a betegséget, madarakat, házi madarakat betelepíteni csak a megyei főállatorvos engedélyével lehet az állattartó telepekre. Ilyenkor, ha egy ilyen betelepítési kérelem van, akkor a hatósági állatorvosok kimennek, megvizsgálják azt a területet, hogy tényleg megfelele a járványügyi előírásoknak, és én csak abban az esetben adom ki ezt az engedét, hogyha az az épület, illetve a technológia megfelel a zártartás előírásainak, és azok az állatok, amelyek érkeznek, azok állatorvosi vizsgálaton átestek. Tehát nagy valószínűséggel nem érkezik be beteg állat egy-egy ilyen feltöltött vagy feltöltendő állattartó telepre, és onnantól már a felnevelési időszakban kell arra odafigyelni, hogy ez a zártság továbbra is fennmaradjon. De, ahogy mondtam, nem csak a nagy létszámúakra vonatkozik ez, hanem a kislétszámú állományokban is. Tehát a háztáji, falusi háztályi udvarokban levő állatoknál is előírás ez. A zárt tartási kötelezettség. Ugyanis, aki ezt megszegi, az járványügyi védséget követel, és például, hogyha nála felüti a fejét ez a vírus, akkor elesik az állami kártalanítástól Nyilván. is. A nagyon fontos kérdés, hogy ez az egész országra vonatkozik természetesen. Mi történik akkor, ha egy-egy állatorvos rábukkan a saját területén egy vagy több madárinfluenzás jószágra? E, nagyon fontos szabály az, hogy az állattartónak kötelezettsége betegség esetén ugye az állatorvosát értesíteni. Nem tipikusak a tünetek, tehát azt lehet észrevenni, hogy takarmány visszautasítás van, kevesebb vízfogy, tehát a vízfogyasztása ivóvíz fogyasztása csökken az állatoknak. Először egy pár állat hullik el mondjuk egy nagy telepen, és utána kezdődik a tömeges elhullás. Ezek mind-mind olyan tünetek, amelyek bármilyen másfajta betegségnél is lehetnek, ezért nagyon fontos, hogy az ilyen hullákat laboratóriumban kell megvizsgálni. Ilyen esetben felküldjük ezeket az állathullákat Budapestre a, a diagnosztikai intézetbe, és ott történik tulajdonképpen a megállapítás vagy a kizárás. Hál' Istennek Fejér megyét a mai napig ez a vírus elkerülte. Az előző járvány során sem volt elhullás, megbetegedés Fejér megyében ettől a vírustól. Tehát ez egyébként fertőző? Emberre veszélyes? Ez egy kettő kérdés. A baromfik között természetesen fertőző, mert így kapják meg a vadmadaraktól, illetve így adják tovább egymás között. Az eddigi madárinfluenza járványokból, amit a múltkoriból, illetve a mostaniból semmilyen irodalmi adat nem mutat arra, hogy ez emberre átterjedhetne. Tehát ez az alap, mert ezt már vizsgálták az állatorvosok, én azt gondolom, hogy komoly tudományos háttérre, tehát nem, mutáns, nem mutálódik ez a, a betegség. Ez egy nagyon, mint minden influenzavírus, ez is nagyon nagy változatosságra képes. Ez a mostani, ez a H5N8-as magas patogenitású, tehát nagy megbetegítő képességű vírusvariánsról van szó. Egy-egy járványt mindig más és más, általában más variáns szokott okozni. Most menjünk tovább. A másik olyan betegség, ami, ami gyakorta felüti a fejét hazánkban, az a sertéspest is. És azt tudjuk, hogy az északi középhegységből indul mondom én, legalábbis az elmúlt időszakban évről évre így volt, és Szlovákián keresztül, tehát a, a vaddisznókon keresztül, aztán, de volt ez Fehér-megyében, és ilyenkor általában mindig felhívta ön is, felhívtuk a figyelmet arra, hogy a, a vadászok ezt kezelik, és nagyon-nagyon fontos azonnal állatorvost hívni, kilőni, stb. Kezdjük a, a sertéspestétől. Mennyire veszélyes ez a betegség mostanság? <t> Gondolom itt a mostanság is, mert afrikai, afrikai eh, sertéspestisről -sertéspestis -sertéspestis beszélünk, akkor itt azért hadd igazítsam ki, fejér megyében ez a betegség nem jelent meg, és igen, nagyon csak... bízunk benne, hogy nem is fog megjelenni, de igen, Heves megyében találták meg évekkel ezelőtt először Magyarországon ezt a vírust, és vaddisznok között terjed. Éppen ezért a, a különböző korlátozó intézkedéseket is hoz, hozott a, mind az országos főállatorvos, mint a helyi, mind az országos járványügyi központ. Ennek az volt a célja, hogy ezt a betegséget helyhez kössék, és minél inkább lelassítsák ennek a terjedését, és ezt nem lehetett máshogy megoldani, mint hogy gyérítjük jelenleg a vaddisznó állományunkat. Ugyanis nagyon fontos, hogy a betegség ne tudjon megjelenni a házi sertés állományainkba, mert a vaddisznó meg tudja fertőzni a házi sertéseket. Hál' Istennek emberre nem veszélyes a betegség, tehát ettől egyáltalán nem kell tartani, viszont olyan nagy gazdasági hátrányos hatásai lehetnek, amelyeket mindenképpen el kell kerülni, és ennek érdekében a vadászok és az állatorvosok nagyon szoros együttműködésben próbálják visszaszorítani a terjedést, és egyenlőre le is lassult ez a terjedés, Fehér megyébe, hál' Istennek egyelőre egyetlen lelőtt vagy kilőtt, illetve elhullott vaddisznóból sem mutattuk ki, pedig évente több ezer mintát küldünk vizsgálatra. Illetve a vadásztársaságoknak komoly felelősségük van abban, hogy, hogy kilőjék azt a vaddisznó mennyiséget, amely részükre a vadászati év elején kiírásra került. Ezt különben az állategészségügyi hatóság ellenőrzi is. Október vagy szeptemberig, vagy szeptember végéig a 77 vadásztársaságból a nagy része a kötelezően előírt 40%-át, a 100%-nak már e, teljesítette, tehát 40%-ot kilőtt. Hát most e, vannak tulajdonképpen a téli időszak az a vadászok életében, amikor az úgynevezett vaddisznóhajtások vannak, tehát a nagy terítékű vadászatok ilyenkor e, vannak. Nagyon remélem, hogy Fejér megyében nem kell eljárást indítanunk egyik vadásztársaság ellen sem, hogy ne teljesítette volna a kötelezően előírt gyérítendő vaddisznószámot. Hát nyilván ez megvan a kapcsolat a vadex a kormányhivatalnak. Hiszen a, vadásztársaságokkal a vadásztársaságokkal igen, hát a Vadex is a... egy vadászatra egy vadász... jogosult, 77 ilyen vadászatra tehát, jogosult, jó, van Csak Fejér megyében. Van, igen, Fejér, -megyében. Fejér megyében is több van. No. A következő pedig a kergemarha amiről kell, hogy beszéljünk. Ez a szarvasmarha állományt nem tizedeli, de tehetni, mert ez, egy, ez, is egy komoly betegség, de azt hiszem, hogy, hogy erre is az elmúlt időszakban kiemelten odafigyel az állatorvos társadalom. így van. Jogszabályi kötelezettség az, hogy folyamatosan ellenőrizni és detektálni kell hogy, hogy az, elhullott vagy levágott kérődzők, mert nem csak a szarvasmarháknál vizsgáljuk ezt az agyvelő bántalmat, hanem juhok, illetve kecskék esetében is. Meghatározott szám van Magyarországra kiírva, hogy hány vizsgálatot kell ennek a prionnak a kimutatása érdekében elvégezni. Hál' Istennek Magyarország mentesettől a betegségtől, a vizsgálatok folyamatosak, így előírás van a szarvasmarhatartók felé is, hogy az elhullott szarvasmarhákat bizonyos életkor felett vizsgáltatni kell, illetve a levágott szarvasmarhák egy részéből is vizsgálati anyagot kell küldeni. Addig nem szabad például a hús sem felhasználni, és minden egyes idegrendszeri tünetekben elhullott kérődzőt vizsgáltatni kell. De ezen felül még több olyan betegség, szarvasmarha betegség van, melytől mentes az ország, és így mentes megyénk is, és ezért ezeket a betegségeket évente folyamatosan vizsgáljuk. Néha úgy tűnik, mintha ez ilyen hullámszerű lenne ez a vizsgálat, de ez abból adódik, így az elmúlt év végén is több vizsgálatot végeztünk, mert a legelőn tartott állatok a legelőről való behajtás után kerülnek vizsgálatra, és a mentesség fenntartó ellenőrzéseket el kell végezni, illetve az állattartónak el kell végeztetnie. Ez egy része vérvizsgálat, a brucella, illetve a leukózistól mentesség, és a mindenki által ismert gümőkortól való mentességet pedig egy úgynevezett bőrpróbával vizsgáljuk. Hál' Istennek az állományaink mentesnek bizonyultak az elmúlt évben is. Ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy az általános jól vizsgázik ezekben a helyzetekben, és ugye általában is a békeidőkben, ha úgy tetszik. Van-e olyan állatbetegség, amely úgy jött, mint a COVID például? Nem olyan szinten értelemszerűen, amelyre oda kell figyelni, hogy nehogy elterjedjen. Hát a, a tulajdonképpen a jelenleg is velünk élő, és az előbb említett két ilyen betegséget mondanám, és ez pedig az afrikai sertéspest is, ami néhány év óta sajnos velünk van, de megpróbáljuk kordában tartani, és ahogy mondtam, megpróbáljuk megakadályozni, hogy a házi állatainkat közé beszabaduljon, és hát a madárinfluenza, amelytől szintén meg kell óvni a házi állatainkat, mert súly, amellett, hogy a tartónak óriási gazdasági kárt okoz, emellett a nemzetnek is nagy gazdasági hátrányt okoz, mert az exportból ki fogják tiltani az országok a, a hazánkat, hogyha ez a betegség elterjed. Nos, hát oltatom, és azt kimondhatjuk, hogy felelős magatartást kíván minden olyan állatbetegség, és minden olyan minőségi probléma, amely alapvetően megjelenik nálunk. És ugye megbeszéltük mi, hogy egy következő műsorban esik szó arról, hogy a karácsonyi időszakban az élelmiszervizsgálatok milyen eredményeket hoztak. Most röviden azért tessék szó róla, hiszen ez egy olyan frekventált időszak, ami függetlenül attól, hogy most a koronavírus járvány okán egy kicsit másmilyen volt a karácsony, de az alapvető élelmiszerek és mindaz, amit mi karácsonykor általában megszoktunk a köznapi emberek, tehát ünnepi ételként, gyümölcsként, illetve édességként az asztalra kerül, vagy a fára, az nagyon-nagyon fontos. Tehát így összegezve milyen eredményeket hozott a hatósági vizsgálat az idei esztendőben, illetve 2020-ban? Hát ebben az évben is, mint minden évben a, a karácsony-szilveszter körüli e, időszak, az az élelmiszerhatóság részéről is egy e, kiemelt időszak. E, ebben a, e, ebben a, 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 az időintervallumban a, célzottan e, vizsgáljuk azokat az élelmiszereket, amelyek az asztalra e, kerülhetnek, illetve most már azt mondom, hogy azokat a tevékenységeket, amelyből ezek az élelmiszerek e, a tevékenységeket, amelynek a végeredménye lesznek ezek az élelmiszerek, mert újdonság volt a COVID miatt, főleg az ételkiszállítás, tehát gombamód elszaporodtak azok a vállalkozások, amelyek készételeket szállítottak ki, ugye a vendéglátás csak ezen a módon élheti túl. Ezt a járványos időszakot 14 olyan vállalkozást is vizsgáltunk, amely ételkiszállítással foglalkozik. A apróbb hiányosságok, mint higiéniai, mint nyomonkövetési problémák adottak. Egy olyan vállalkozás volt, amely ételeredetű megbetegedést okozhatott. Ennek a vizsgálata jelenleg is tart. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy mindenki nagyon figyeljen oda, hogy honnan rendel, illetve a megrendelt ételeket meg azért alaposan és megfelelő hőkezeléssel lássuk el, hogy nehogy valami problémát okozzon a család bármely tagjának. Nos, hát innét folytatjuk majd a beszélgetésünket. A következő adásban értelemszerűen erről esik majd szó, hiszen nagyon-nagyon fontos időszak ez, és ahogy ön is mondta, hogy a kiszállított ételek piaca megnőtt, ezt tapasztalhatjuk mi itt Székesfehérváron is, tehát fontos mint ahogy az is fontos, amit általában megszoktunk, amit vásároltunk, hogy arról is szó essék. Köszönöm, hogy megtisztelt. Én, Én is köszönöm a lehetőséget. És minden jót minnyájunknak. Kedves nézőink, az Agrárinfot látták, a mai nap az állatbetegségekkel foglalkoztunk, és ahogy az imént Szíver Gergely főorvosúrral megbeszéltük, a következő műsorban arról hallhatnak majd, hogy mi történt az esztendő utolsó hónapjában, tehát a frekventált időszakban, karácsonykor és új évkor élelmiszerbiztonság tekintetében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!